egyértelműen felújítás, tehát valamilyen szobafestés, mázolás. Munkában az úgynevezett szemétkommandó, ezek a képek még tavaly nyáron készültek, de a szakemberek azóta is folyamatosan küzdenek az illegális hulladéklerakás ellen. Szemmel tartják a szelektív szigeteket és a tilosba kidobott hulladékokat is összegyűjtik. A város üzemeltetést felügyelő alpolgármester szerint a szigor már is megtette hatását, hiszen jóval több eljárás indult és többet is bírságoltak az év első 5 hónapjában, mint tavaly májusig. Annyi szabálysértési eljárás indult, több indult, mint 2 évvel ezelőtt egész évben. A tavalyi évvel összevetve, tavalyi évi májusi adatokkal összevetve több mint 4-szeres most már a kiszabott bírságok száma. Ugye megmondtuk, hogy tavalyi év egy kicsit átmeneti volt, tavalyi évben is jelentős eredmények voltak, viszont idén lényegében nincs elnézés bármifajta szemetelés ellen. És tudni kell arról, hogy nem csak napközben van ellenőrzés, folyamatos megfigyelés van, bármelyik napszakban a hulladékkommandó felbukkanhat különböző helyeken. A szemétkommandó csak májusban közel 500 helyen végzett ellenőrzéseket, több zugszemetelőt pedig tetten is értek. 17 elkövetőt sikerült lefülelni néhány héten belül, akik pénzbüntetést kaptak. Az eredmények jók, de továbbra sincs megállás, a város ugyanis kisebb fajta hadjáratot hirdetett a zugszemetelők ellen. Az alpolgármester szerint mindenképpen marad a szigor, hiszen a cél egy tiszta város megteremtése, ehhez azonban komoly összefogásra és szinte minden győri segítségére szükség lesz.